Ez az a gépmonstrum, aminek köszönhetően egy nagy lépéssel közelebb kerül a Kanizsa Aréna ahhoz, hogy még a téli időszak előtt beázásmentes legyen. Az acélszerkezetek felállítása után a fémlemezeket szerelik fel a szakemberek, majd jön a hő és a vízszigetelés. Ez a daru, ez egy 400 tonna teherbírású, maximális teherbírású autódaru. Ez az országnak a másik végéből érkezett az éjszaka folyamán. Külön útengedéllyel, előre több hetes procedúrával leszervezve. Ez a 400 tonnás daru fogja beemelni itt a mögöttünk lévő párba összeállított acélszerkezeteket. Ezeknek az acélszerkezeteknek így összeállítva 45 tonna az össztömege, és ezt kell neki biztonságosan a helyére precízen, milliméter pontosan felemelnie. Kevésbé látványos, de még egy hasonlóképpen fontos művelet zajlik a napokban. Az ajzat betonozási feladatait végzik a szakemberek, szintén egy speciális gép segítségével. Egy acélhaj adalékszerrel ellátott betonnal folyik ez a munkafolyamat, 15 centi vastagságban és egy speciális gép segítségével, ami megnöveli a hatékonyságot, gyorsítja, illetve szinte milliméter pontosan el tudják dolgozni a betonfelületet. A csarnok maximális befogadó képessége 5000 fő lesz, a műszaki átadás és átvétel határideje pedig jövő év szeptembere. A munkálatok jelenlegi állásáról bővebben mai Napi Kanizsa című műsorunkban foglalkozunk.